az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd. Szakmai konzervatív alapokon nyugvó múzeum definíciót fogadtak el a múzeumok nemzetközi szervezetének prágai közgyűlésén. A progresszív ideológiák térnyerését sikerült megakadályozni, de vajon milyen jövőkép várhat a múzeumokra a mostani nehéz gazdasági helyzetben? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Elsimon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Szerinte Prágában elfogadható múzeumi önértelmezést fogadtak el, amely az értékteremtő munkára fókuszál. A múzeum nem az ideológiai befolyásolás intézménye, hanem a kulturális inspiráció forrása. Ezt már Frank Führer is szociológus vallja. Velünk lesz Zsigmond Gábor, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatóhelyettese, aki azt állítja, a múzeumoknak foglalkozniuk kell napjaink kihívásaival, de ez nem mehet az eredeti értékek rovására. Érkezik hozzánk Pokrovenski Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója, aki szerint a virtuális megoldások nem adják vissza a múzeum látogatás élményét. Kedves nézőink, óriási szerencsénk van, mert első kézből kapunk információkat arról, hogy Prágában valójában mi történt. Ha a sajtót olvassuk, akkor egészen furcsa kép rajzolódik ki. A sajtó egyik része azt írja, hogy tulajdonképpen ezek az új ideológiák áttörtek Prágában, a sajtó másik része azt írja, hogy egyáltalán nem törtek át. Úgyhogy most ketten biztos, hogy vannak itt, és Igmond Gábor be is került, ugye, a valamilyen testületbe most az új szervezetbe. Az egyik nemzetközi bizottságának az elnökségébe. Igen. Igen. és itt van Elsimon László megbeszéltük, hogy ugye nem volt ott Prágában, viszont a helyettese ott volt, és alapos úti beszámolót írtak el. Miért volt fontos az úti beszámoló? Hát részben azért, mert minden múzeumi kiküldetés után, amikor visszajönnek a kollégák egy külföldi útról, akkor egy szakmai beszámolót kell írni, de most ugye a Nemzeti Múzeum delegációjában öten is, illetve bocsánat, négyen is voltak, de az egyik kolléganőnk, nemcsak nem csak Tomko Gábor, félig Gábor a hetes úr volt ott, aki nyilatkozott a kérdésre a magyar nemzetnek, hanem ott volt a, a projektmenedzser irodánkat vezető, Varga a kolléganőnk. Őt arra kértem, hogy egy nagyon alapos, részletes, az ideológiai természetű vitákat is komolyan kibontó összefoglaló legyen. Főleg azért, mert a sajtóban nagyon zavaros állítások jelentek meg. Miközben egyébként az icom a angol nyelvű központi honlapján végig lehetett követni a vitát részleteiben, végig lehetett követni a, a prágai vitát is, és a, a, azt a meghatározást is, ennek a kialakulását is, amit végül is elfogadtak a Prágában jelenlő -tagok. Egyébként a, a magyar szaksajtóban is jelentek meg nagyon jó összefoglások, napról napra követték a kollégák a prágai eseményeket. Szerintem egy stratégiai jelentőségű üdés volt ez, amely, amely egyébként a sajtóviták tükrében még fel is értékelődik utólag. Hmm, tehát akkor... ezeket majd mondja el Gábor, hiszen ő ott volt végig a vitában. Igen, igen, tehát nézzük meg ezt, hogy mit akartak elfogadtatni, és ehhez képest mi született meg végül? Hát onnan kezdenem, hogy <kül> mik is jelentek meg, hogy erős ideológiai töltetű definíció született Prágában, és hogy uh, például hangsúlyosan szerepel a meghatározásban a nem fehérbőrű rosszoknak a kötelező képvisele az intézményekben, és semmilyen nincs a definícióban, fel fogom majd olvasni, ha, ha megengeditek a definíciót, ez egy nagyon világos és letisztult múzeum meghatározás, szerintem nagyon fontos, hogy definiáljuk is a mai, gyorsan változó világban, a egyre több versenytársa van a múzeumoknak, hogy egyáltalán mi is az a múzeum. Megjegyzem, mióta az ICOM létezik, a második világháború óta, minden évtizedben módosodtak rajta valamit. <kül> Tehát de azért ennek van értelme, de. van jelentősége. Persze valóban voltak olyan viták, azért Hotzen nem Prágában, sokkal inkább kyoto tehát a megelőző korábbi ICOM kongresszuson, ahol persze nagyon sokáig feszegették ezt a szót, hogy mi ez a múzeum, és, és olyan kérdések jöttek föl, hogy egyáltalán a fenntarthatóság alatt mit is értünk. Hogy ez önmagában, önmagában egy nagyon bonyolult szó, hogy mi az a fenntarthatóság. Ez egy globális szervezet, hozzá kell, hogy tegyem. Tehát uh, szinte minden ország a Földön, amely létezik, és amelyet az ENSZ-el ismer, az ICOM is egyébként az ensz még bizonyos uh, tanácsadó uh, szervezete. Uh, tehát amit az ENSZ-el ismer, olyan országokban van Nemzeti Bizottság, és az NQ túl pedig van egy uh, alig 30 Nemzetközi Bizottság, amely segíti ennek az icom a munkáját. De, de... És itt egy hosszú, több éves folyamatról van szó, hogy persze ki lehet ragadni részleteket, meg, meg ragadjunk is, mert szerintem fontos ezeket tisztázni, ki egy hanem a múzeumi szakma maga. Igen, ragadjunk, mert, mert azért. Ért itt ilyeneket olvastam, hogy a gyarmati múlta való szembenézés fontos, hát lehet, hogy Angliában fontos, de nekünk mivel kell szembenéznünk? Hát nem hiszem, hogy van gyarmati múltunk, és hát... De, de, uh, ez, de ez, rendkívül kérdés a mozológiában. Tehát ez egy másik kérdés, hogy az általános múzeum definícióban ezt nem szabadott volna beletenni, mint hogy azt tervezték kiotóban. Tehát, hogy a... Szerintem azért olvasd majd Gábor a definíciót, hogy a nézők, elvastad, és elvastad. És nézők, tisztában legyenek vele, hogy mégis mit fogadtak el. No. A múzeum a társadalom szolgálatában álló, nem profitorientált, orientált, állandó intézmény, amely kutatja, gyűjti, értelmezi és kiállítja a tárgy és szellemi örökséget. A múzeum a nyilvánosság számára nyitott, hozzáférhető és befogadó, elősegíti a sokszínűséget és a fenntartatóságot, etikusan, szakszerűen és a közösségek részvételével működik és kommunikál, változatos tapasztalatokat nyújtva az oktatás, szórakozás reflektív gondolkodás és tudásmegosztás terén. Három mondatban a definíció, csak ezért mondom, hogy és érdemes a szavakra figyelni, ez már ugye a magyar hivatalos fordítás, amit a ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága tett közé az elmúlt napokban, pont azért, hogy tisztán lássunk. Jó, rendben, tehát nincs benne a gyarmati és múlt, és ne, nincs benne a különböző ilyen vók Ez benne van a sokszínűség. A, sokszínűség, a ez Igen. a két kettő a, fogalom, amit érdemes értelmezni, ami benne van, és én úgy látom, hogy jó definíció, de ezt mondjuk Angliában vagy Franciaországban máshogy fogják interpretálni, mint mondjuk itt Magyarországon. És én azt vettem észre, hogy még a, a legfontosabb múzeumban, például a British Múzeumban, ha beszélsz az emberekkel, akkor ők úgy lássák, hogy ez igazából az egy ilyen, most már a gyarmatokkal meg kell valahogyan köszönni nekik, hogy milyen rossz dolgot csináltunk. Úgyhogy én úgy látom, hogy semmi nem fog cserélni, cserélődni, és persze Magyarország az más, ottan normálisan viselkednek a múzeumokba, de vannak sok helyen a világon, ahol úgy lássák a dolgokat, hogy a múzeum ez ilyen indoktrinálja az embereket, ilyen ideológia fontosabb, mint a, mint a gyűjtemény, és attól félek, amit néha nem lehet látni, ahogyha elmész az ICOM konferencián, hogy a új generációk, a fiatalok, akik bebentek a múzeum, múzeumban dolgoznak, azok egy egész máshogy gondolkoznak, mint mondjuk mi, vagy a, a, a tapasztalat. De hát itt vannak közöttünk a fiatalok. Gábor is fiatal, Krisztián is fiatal. Igen, Magyarország, igen, de mondjuk a, ja, ja, például a Metropolitan Múzeumban, meg ezeken a helyeken a fiatal generációk, akik nem sokára ők lesznek az igazgatók, azok valahogyan a múltat el akarják törni, nem akarják, hogy, hogy a, a, a múzeum valahogyan a régi múltat megőrizze. Az a az, 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 maga az a megőrizés, az a szó, az nekik az, egy károm, az, az ellen káromkodnak. Úgyhogy lesznek nagy viták, én úgy látom, nagy viták és nagy harcok a igen, tudom. Igen, de hál' Istennek itt van a következő generáció, majd Gábor és Krisztián, ezek meg, a, meg az ő kortársaik, majd ezeket a vitákat lefolytatják, majd nem tudom, 15-20 év múlva gondolom. Nem hát remélem, hogy igen, igen. <laughs> Jó, de igen. van egy nagyon fontos dolog, tehát hogy még egy pillanatra hadd menjünk vissza a definícióhoz. Tehát, hogyha valaki végnézi, én is rászántam most több éjszakát, hogy végignézem az elmúlt éveknek a vitáit, meg addig, hogy eljutottunk el ez a Gábor által felolvasott definícióz. A két év ezelőtt Kiotóból onnan indultak ki a szakemberek, hogy legyen egy teljesen új radikális fogalom, definíció, amit hála jó Istennek elvetettek. Tehát én úgy is fogalmazhatnék, hogy ez egy győzelem, egy siker. Milyen arányban vetették Ön... el? Az lehet, hogy érdekes egy kicsit, nem? Nem, nem, akkor lekeverték akkor ezt. Elhalasztották -e. 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 az eseményt a is és ahelyett, ahelyett kellett egy újat uh -huh. kidolgozni, és ez lett a kompromisszumos javaslat. Ez, amit a Gábor felolvasott, egyébként teljes egészében összhangban van a 95-140-es törvénynek, tehát a magyar törvénynek a múzomi definíciójával, mert az alapfeladatok benne vannak. A gyűjtemény gyarapítása, annak a tudományos feldolgozása és a közönségeri tárása, és ezzel egyáltalán nem mond ellent az sem, hogy, hogy a közösségi térként is fölfogja a múzeumot parancsolgálva. Ha, ha megengeditek, ismét felosni kettő mondatot. Azt mondja, hogy a múzeum a társadalom szolgálatában áll, a közösség számára nyilvános, a közösségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart fenn, alaptevékenység körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön a létre, a kultúra és javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosít és a másik ott a kulturális örökséghez tartozó javak, múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzet és egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői, szellemi birtokba vételük, minden ember alapvető joga, ez a magyar Múzeumi törvény. Na, ja. ezt, ezért mondom, hogy ez teljes egészében összhangban azzal, de valóban úgy van, olyan hogy kettő fogalom van, az, van ami, ami egy kicsit bezavarott ebben, az egyik a soksinészi... na. Sok, sok színűség. Én olyan nehéz szó, mint az útelágazás. Hát a sok színűségnek a fogalma, a másik meg a fenntarthatóságnak. Én is fönnakadtam mind a kettőn, mert igazság szerint ebben benne van az a lehetőség, hogy egészen más nem a múzeumot. És ez abból is következik, amit az előbb mondtál, hogy ugye nálunk Kelet-Európában, meg azoknál a népeknél, amelyek nem tartoznak a nagy nemzetek közé, már most lélekszámokat tekintve, mert a történetüket tekintve igen, ott mindenhol van nemzeti múzom de a New Yorki Metropolitan Museum az nem egy nemzeti múzeum, az egy minden korszakot, minden népnek a kultúráját gyűjtő, nagy olvasztó tégely, amelyben óriási és fantasztikus gyűjtemény van, de nem arról szól elsősorban, hogy a saját nemzetüknek a viszonylag rövid történetét mutassák be, hanem az okkor egyiptomiaktól a görögökön, a rómaikon át a teljes civilizáció kincseire, értékeire, a történeti a képzőszeti anyagra, a, a természettudományi dolgokra, mondjuk már kevésbé, de mindenre fókuszáljon. Itt dolgozó kollégák egészen máshogyan viszonyulnak a feladatokhoz, mint a nálunk levő múzeumok esetében. Krisztiának Székesfehérváron Székesfehérvár és Fejmegye történetére kell fókuszálnia, mi a Nemzeti Múzeumban a Magyar Nemzet és a kárpát medence történetére fókuszálunk, Gáborik a Közlekedési múzeumban, múzeumban pedig a Magyar Közlekedés történetre fókuszálnak, nem tudom én Kandó Kálmántól az első magyar űrhajósig Farkas Bertalanig. Igen, Igen, azt se felejtsük el egyébként, <coughs> hogy hogy ha már az Egyesült Államok beli példák elhangzottak, az Egyesült Államokban a múzeumoknak a, a 70%-a magánkézben van. Tehát teljesen más helyzet, mint Magyarországon. Európában is van sokféle, Franciaországban is nagyjából, a múzeumnak a 30 a magánkézben van már. Tehát azért ezek is nagyon nagy differenciák nyilván, akkor, amikor értelmezni kell egy ilyen helyzetet, illetve hát mindeközben azt sem szabad elfejtő, hogy ezeket hogy ezeket az ajánlásokat, meghatározásokat, amiket mondjuk például egy ICOM tesz, vagy egy UNESCO, vagy egy EZ tesz, ezeket ugye a nemzeti törvényhozásban, és a gyakorlatba át illik vezetni valamilyen formában, és megjegyzem, a, nem csak ha már a törvényt citáltuk egy picit, hogy a mindennapi gyakorlatban is ezek azért megjelennek, rendszerint azért helyesen, a, a és ebben szerintem teljesen van közöttünk, a magyar gyakorlatban. Én megnéztem most készülve a beszélgetésünkre, hogy mi a küldetés nyilatkozata a legnagyobb magyar múzeumoknak. És ezek a, definícióban szereplő szavak nagyon sokszor vissza-vissza köszönnek, az örökség, a jövő, a közösség, a fenntarthatóság is, tehát ezek azért nagyon fontos szavak. Nyilván nekünk a felelősségünk, hogy ezeket a gyakorlatba hogyan interpretáljuk, és a közönségünkkel hogyan osztjuk meg ezeket? Azért az érdekel, hogy itt vannak ezek a viták, és amit az előbb mondtál, hogy majd jön egy következő nemzedék, és az majd le kell folytatni ezeket a vitákat, mert ott vannak már az intézményekben. Hát tulajdonképpen az a nemzedék, amelyik hasonlóképpen gondolkodik, mert bőven ott van az intézményekben, ugye ez a 68-as nemzedék, hát bőven elfoglalta a Nyugat-Európai intézményeit, akkor itt most elvileg azoknak a vezetőknek kellene már. Az intézmények vezetőinek lenniük, akik a 68-as nemzedéből vagy már az utána következőből érkeznek. Tehát van valami, ami úgy is érdekelne az egész, a múzeumon túllépve, hogy van valami, ami az intézmények elfoglalását is zárójelbe teszi, mert az emberi lélek, természet, gondolkodásmód, erkölcs nem változik mégsem olyan gyorsan, mint ahogy a 68-as nemzedék képzelte? Hát igen, ez így van. A dolog az, hogy a 68-as generáció akármilyen politikája van, akik bementek a múzeumba, azok igazából imádják a múzeumot, és szeretik, a, 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 amit csinálnak. És, és mégis csak a régi nemzedék nevelte őket. Igen, és, és lehet látni, hogy ha beszélsz velük, akkor azt mondják, Figy, figyelj idefenki, én másféle látom a világot, mint te, de megnézem ezt a képet, vagy ezt a szobort, akkor olyan gyönyörű, olyan fontos ezt megőrizni, úgyhogy ők igazából hisznek a, a múzeum, az igazi múzeumba de a új generáció, akik most jöttek be a, a különfajta múzeumokba, azok főleg a politika érdekli. Főleg az érdekli, hogy hogy csinálják egy kis forradalmat a, a régi múzeum ellen. És annyira negatívan nézik a saját nemzetüket. Úgyhogy maga az, az, a, az a kifejezés, a Nemzeti Múzeum, az ő szemükbe az nem hangzik jól. Nem, maga a nemzet az valami, amit nem szeretnék, ha csak múzeum lenne, nemzet nélkül. És úgyhogy. Mind a kettő mondjuk egy bizonyos pontig baloldal, de ez, ez két másfajta baloldal, amiről beszélünk, a, a régi generáció, meg az új generáció, ahol főleg az identitás politika, ami a fontos, és hogy az a fontos nekik, hogy minél több identitás legyen a, a múzeumban, amit reprezentálnak. Úgyhogy attól félek, hogy őket nem a múzeum érdekli, hanem az érdekli, hogy legyen egy épület, ahhoz tudnak politizálni, pláne a fiatalokkal, a gyerekek, akik jönnek az iskolákból. Jó, hát itt most szerencsére ez a veszély elhárult. A Székesfehérvárról jó lenne egy, egy kicsit beszélni, olyan szempontból is, hogy, hogy, persze azt mondjuk, hogy ez egy megyei múzeum, de azért mégiscsak Székesfehérváron van. És ha Székesfehérváron van, ahol a királyaink el vannak temetve, és éppen most kutatások zajlanak, és feltárják a sírokat, és előbb-utóbb valószínűleg királyokat fogunk tem, újra temetni, akkor ott valami egészen más feladat is megjelenik majdnem. Ez így igaz. Ja, annyit kiavítanának, hogy megyei hatókörű, de városi múzeum. és jelenleg az új jogszabályok értelmében. És egy picit visszakanyarodnék még az előző témához: ugye, hogy több ország között különböző látásmódok vannak, de szerintem ez még Magyarországon belül is más, mert nem mindegy, hogy megyei hatókörű múzeumról beszélünk, vagy országos hatókörű múzeumról beszélünk, vagy még kisebb egységről. És itt kint az előtérbe pont beszélgettünk a kollégákkal, hogy Sokan múzeumnak nevezik magukat, vagy az adott kiáltó helyet, ami nem is múzeum. tehát Jaj, jobb szóval ezt hát szóval nem is el, nem vagyok. Múzeum. ott Van Kínzó Múzeum, Kedilek Múzeum, Baba Múzeum, és még nem is tudom milyen múzeum, de ezek valójában nem múzeumok, hanem csak annak nevezik magukat. Hát gyakorlatilag igen, tehát ennek megvan a jogszabályi rendje, ugye, hogy az előbb. Tehát ott kutatás hogy legyen bemutatás, tudományos munka, és így tovább. És igazából a tudományos munkában van talán a hangsúly, igen. ami, ami a meg, igazi a gyű, múzeumot, a és hogy meg, és saját gyűjteménnyel, közökség, 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 gyűjtemén, saját komoly gyűjteménnyel rendelkezzen, ugye azt megőrizni, feldolgozni, és hát bemutatni. Talán ezeknél a, a többi múzeumnál, ott, ott inkább a bemutatás, ugye, ami, ami megvalósul. És egy picit ö, a korosztályokra kitérve, még nálunk, ugye nekem szokták mondani, hogy túl ö, fiatal volt, amikor igazgatónak ö, neveztek ki, de hát ugye nálam nyilván vannak már fiatalabbak is azóta a múzeumban, és valóban látszik ö, különbség, gondolkodásbeli különbség is, már köztem meg a fiatalabb, fiatalabb kollégák között is, meg hát ugye vannak természetesen az idősebb kollégák is. Mi ez a de... különbség Magyarországon? Ezt próbáljuk megfogni egy kicsit. Hát talán itt Székesfehérvárn annyira egyébként nem, nem durva a helyzet, mint, mint akár országos szinten, az sokan talán nem tudják, mi aránylag egy nagy múzeum vagyunk, 12 kiáltó hely rendelkezünk, és kb. 120 kollega dolgozik velem együtt Székesfehérváron. Igazából amit, amit én látok, az a, az a kiállításoknak, a, a, illetve a közönségkapcsolati programoknak a... a elképzelése, hogy mennyire, egyik kolléganőm mondta korábban, hogy ne csináljunk kultúrházat a múzeumból, de ugyanakkor ott a másik oldal is, hogyha meg nem mutatjuk meg magunkat, nem csinálunk látványos és népszerű programokat, akkor nem fognak bejönni megnézni a, a unalmasabbnak gondolt tárgyakat. és akkor itt a múzeum pedagógia környékén fogható meg ez a különbség, hogy interaktív legyen-e, vagy le legyen ne legyen interaktív? nem feltétlenül, itt gyakorlatilag globálisan lehet tekintve a múzeumpedagógus, Történész, bárhova, hogy. A magányára fontos, ez a különbség? vagy a bemutatása fontos ebben? Hát a bemutatás technikájában. Tehát, hogy mennyire hozzuk be a. a modern konvívmányait, hogy ugye táj központú legyen-e az adott intézmény, ugye ebből én is úgy gondolkodok, hát én eredetileg informatikus is vagyok a régész mellett, és hát nyilván vonzódok melyest a modern konvívmányaihoz, és szeretem is, ha a kiállításba helyet kapnak ezek a dolgok, de hát nyilván egy klasszikus múzeumnál, hogy azért a hitelesség, ami ami nagyon számít, és az, az pedig a tudományosan feldolgozott tájra kell, hogy fókuszáljon, az más kérdés, hogy ez be lehet mutatni látni és figyelemfelkeltő módon is. Jó, akkor erről beszéljünk egy kicsit, mert nyilván minden múzeumnak megvan az ebbéli sajátossága is. Hm. Egészen biztosan. Én azért azt gondolom, hogy összességében ami a, ami a, fontos, és minden vitának azért valahol ez a vége, hogy, hogy a, legalábbis én azt gondolom, hogy ez a vége, hogy a múzeumoknak valóban szembesülnie kell a kor kihívásaival. Megjegyzem, ez nem egy új gondolat, ez mindig is így volt, Viszont mindig voltak valamilyen kihívások, amik, amiket azért a múzeumi világnak meg kellett ugrania. Viszont mégis nem szabad elől tévesztenünk azt, hogy azért a, a múzeum egy örökséget gondoz, egy közösségnek az örökségét, és a közösség az az lehet a nemzet lehet egy régió, lehet egy város, hiszen van identitása egy nemzetnek is, egy régiónak is, egy városnak is, egy településnek is. Tehát szerintem ez a fontos, hogy ezzel a közösséggel legyen kapcsolatunk, azzal a közösséggel, ahonnan a gyűjteményünk egyébként származik, és akiknek a gyűjteményt mi interpretáljuk, bemutatjuk. Szerintem ez a kérdés egyébként, és az, hogy ezeket milyen eszközökkel tesszük meg, az persze egy részben hát kiáltás technikai vagy technikai kérdés, és hát mindeközben persze ott, van, ott vagyunk, mint múlva, Múzeumok, egy nagyon gyorsan változó világban nem csak a nem csak a, a, az éghajlatváltozás, meg a nem tudom, mindenféle egyéb kérdések, amikről itt valamelyest beszéltünk, hanem, hanem a kulturális piacon egy nagyon erős verseny van ma már. Nézzük meg, hogy a pandémia alatt milyen jelentős számú érkeztek külföldi turisták Magyarországra. Az országok között, a városok között is óriási versengés van. Ki tud nagyobb kultúra és beruházásokat létrehozni, gondoljunk csak a Bilbao Guggenheim Múzeumra, vagy, vagy gondoljunk a Dubai Museum of the future vagy akár a Liget Budapest projektre. Tehát nagyon fontos ezt a részét is látni, hogy miközben versenyeznünk kell de nem egymással, hanem az emberek szabad idejéért. Megkérdezték, és akkor egy zárulatot hadd mondjak. És ez ég, pénz, és ez pénz, turisztika, ez, ez, és így tovább. ha most a Budapest is. projektre gondolunk, akkor mindenképpen. Pénz is, és akkor itt megint bejön a fenntartóságnak egyébként egy, 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 egyfajta definíciója, tehát zárjában megjegyzem, és, és persze szellemi munka is, tehát nagyon komoly szellemi munka, és, a, és, ezt az örökséget, amit gondozunk, és azt a fajta szellemi munkát, amivel a kultúra és piacon megpróbálunk fennmaradni, azért ezt nyilván olyan szellemi munkásoknak kell elvégezni, őket aztán úgy megbecsülünk hogy becsülünk meg, ez ugye megint egy érdekes diménzőnek a kérdésnek. Na jó, tehát de... van, van verseny, de ez természetes vagy van verseny? Hát természetes. Természetesen van különbség a bemutatás technikáiban, mert hát telik az idő, a következő nemzedék másképp néz rá erre a dologra, de van-e ideológiai jellegű különbség is Magyarországon? Erre kíváncsi lennék. Aztán lennek. mindenütt van, mert az a, én úgy látom, az a probléma, hogy néha vannak emberek, akik, akik a muzzamban dolgoznak, és akarják, hogy több és több ember jöjjön be, és akkor a múzeumban egy óvodát csinálnak, mintha akik bejönnek, gyerekek lennének, és valahogyan, ahelyett, hogy komolyan vennénk az embereket, akik jönnek, próbálunk velük játszani. Ma azt gondoljuk, hogy ha nem csinálják ezt, akkor ez nagyon unalmas lesz. Ez az interaktivitás, erre gondolsz? Igen, a -a van komoly interaktivitás, de nagyon sokszor látok ilyen tiszta hülyeséget, aminek semmi értelme nincsen. Csak azt gondolják, ha, inter ha interaktív, az automatikusan jobb, mintha nem lenne interaktív. És akkor az azt jelenti, hogy nem veszik komolyan az embereket, nem próbáljuk őket megtanítani, nem, nem fogunk, nem velük vitázni, vagy ilyesmi, és én szerintem fontos, hogy a múzeum akár képen komolyan maradjon. Persze lehet újfajta technikát használni, de fontos, hogy azért mi vagy fölépítjük az embereket, nem Daming Dán, ahogy mondják angolul. Jó, én ja. igen, akkor itt. Nagyon, szóval ez nagyon sok irányba tud menni innentől fogva a beszélgetést. először is a kérdésedre is válaszolva, direkt vissza egy pillanatra, amit Gábor mondott, mert elhangzott egy szó az identitás. És például én az identitás fogalmának a, fogalmát, az hiányolom az icom definícióból, meg egyáltalán a definícióból. Mi számunkra igenis fontos dolog az, hogy a Nemzeti Múzeumban a magyar nemzeti identitás számára fontos anyagokat, dokumentumokat gyűjtsük és mutassuk be. Ebből a szempontból azt is mondhatjuk, hogy, hogy identitás erősítő küldetésünk is van. Szerintem egyébként a ez az összes múzeumra igaz. Igaz a Néprezi múzeumra, igaz a helyi múzeumokra, mindegyik múzeumra igaz. Na most uh, erre mondják azt a, azok, akik teljesen más liberális adatokkal viszonyulnak a múzeumhoz, hogy ez már egy ideológiai töltet. Miért akarok én ilyen. I i De Magyarországon ilyen... is vannak ilyen vitáink? Magyarországon vagy? is vannak finom, hát. ilyen, ilyen finom vitáink. Hogy, hogy miért akarunk ilyet belevinni? Hát, miért, erre vissza lehet dobni a labdát. Miért egyébként az összes többi más? A sokszínűségről való gondolkodás, a, a gyarmati múltal való kötelező szembenézés, a kisebbségi jogoknak a fölvállalása a múzeumban, ezek nem ugyanúgy ideológiai kérdések? Nem ugyanúgy elvi vitákat generáló kérdések? Na most ugye nagyon, de van egy teljesen más szintje a dolognak. Most néztem meg Marosvásárhelyen az ottani múzeumban az első világháborús kiállítást. Egy színvonalát, eszköztárát tekintve rendkívül jó kiállításról van szó. Hát a, a, az igazgató amikor körbe vezetett, elmesélte azt, hogy hát patika kellett mindent kimérni. Egy olyan városról beszél, beszélünk, ahol a lakosság fele magyar, a másik fele román, egy olyan megyei múzeumról beszélünk, amelynek a dolgozóinak a fele román, a másik fele magyar, és egyébként egy olyan témáról beszélünk, amelyben hát teljesen máshogyan gondolkodunk. Egy ideig egy, egy, oldalon harcoltak a románok, meg a magyarok az első világháborúban, de aztán egyszer csak a románok hátat fordítottak nekünk, és ellenségek lettünk, és az első világháború következménye, következménye, lett a trianoni békediktátum, ami, mi, aminek mi az elszemedői, meg a nyertesei voltunk, voltak. Hát erről kijelentést csinálni úgy, hogy nekik is jó legyen, és nekünk is jó legyen, és a mi érzelmeinket, és az övéket is valamilyen módon visszaadja, hát szinte lehetetlennek tűnik. Ez egy súlyos ideológiai kérdés, nem lehet azt mondani, hogy kire lehet venni az, az, ilyen elvi ideológiai megfontolásokat a, 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 múzeumi térből. És nyilván ugyanezzel szembesülnek felvidéken, mondjuk a magyar múzeumok vezetői, múzeológusok ugyanezzel szembesülnek délvidéken, és minden elszakított területen. Hát mi gondoljunk arra, amikor csinálták a kollégáim a 800 éves uh, horvát-magyar együttelésről szóló közös horvát-magyar kiállítást. Hát uh, még azon is vita volt a múzeológusok között, hogy ki lehet érni a magyar helysírás szerint mondjuk egy olyan nevet, hogy Draskovics. Tehát vagy csak a horvát írásmód szerint lehetek írni. Hát a Gábor órákat tudna erről beszélni, hiszen a horvát, vagy a fiumei magyar kereskedelmi hajózás történetét dolgozták fel most záró kiállításuk fiumében. Hát ez mindent, mindent patika mérlegen kell mérni. Jó. Én... Elmeséltük horvát nyelven is a fiumei kikötő magyar történelmét. Pont ugye nyáron ebben azért volt diskurzus a két ország között, és, és voltak benne viták. De valóban, ahogy látszik, hogy a patika mérlegen kimérve, de végül is oda tudtunk ezzel a témával menni, el tudtuk mondani ezt a témát és be tudjuk mutatni ezt a témát ott helyben, ráadásul fiumében. De ezek nagyon fontos, valóban nagyon fontos kérdések, amikről most beszélünk, Ó, és ezt... főleg az identitás, mert a közösség része, és remélem, hogy az ICOM definíció, majd a közösség szót egyébként majd a román kollégák is olvasni fogják. Na hát az a helyzet, hogy Romániában egyébként ezt megoldották, vagyis hát Erdélyben a románok megoldották, hogy például a gyilkostónál különböző szövegek vannak, magyarul van egy szöveg, ami Orbánbolásra jelentősen utal, na én őt a román szövegben már nem láttam, és az angol szövegben nem, sem. Nem különböző a, a Csak annyi, Kolozsvár, Mátyás Király Szülőháza, Igen. el kell olvasni rajta a magyar, az angol és a román feliratot, és látni fogod, hogy egészen más van magyarul <laughs> a régi táblán, mint ami ott van románul. Igen. Jó, de ezek azért csak olyanok, amikor a magyar nemzetnek a felfogása ütközik egy másik nemzet felfogásával. Igen, de, a, a... De, de ez egy másik kérdés, mert érzelmileg mi viszonyulatunk máshogyan Trianonhoz. Mi mondhatjuk azt, hogy veszteséget szenvedtünk el, ők meg mondhatják azt, hogy nyereséget értek, nyereséget könyvehetnek el. Na de amikor elmész egy múzeumba, én most végig jártam meg egy jó pár múzeumot, elmentem Vajdonyodra, elvittem a, 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 lányomat, elmentem Törcsvára, ugye, amit Drakulovárként ismernek, most már semmi közel nincs Drakulához. Tehát, hogy, hogy azt se tudják már, hogy az Törcsvárnak hívják magyarul, és végignéztem a feliratokat. Tehát Azért egy másik dolog, amikor nyíltan történelmet hamisítanak, amikor olyan adatokat közölnek, amelyek nem helyesek, nem volt úgy, sosem történt meg, amikor olyan tárgyakat kevernek mondjuk egy néprajzi kiállításban a magyar anyagban, amely időben és korban nem odaillik, de azért teszik oda, hogy, hogy egyébként el, elkenjék a, a, a valós történelmet. Jó, az ideológiai vitákról, hogy, hogy belül Magyarországon belül van-e még, ugye jeleztet, hogy azért, azért szép finoman mennek ezek a kis viták a kiállításoknál, meg egyébként. Milyen jellegű viták ezek? Erről tudunk egy kicsit beszélni, nem tudom, hogy tapasztaljátok-e ti is, mondjuk egy megyei múzeumban, vagy esetleg másik megyei múzeumban való beszélgetésben, nem szeretnék ott vitát generálni, ahol nincs. De ha mégiscsak van, akkor az jó lenne beszélni róla. Nagyon nagy viták nálunk természetesen nincsenek, de egy kiáltási terv azért előfordulhat, hogy. De azok szakmai viták, nem? Többnyire szakmai. Uh -huh. Többnyire szakmai, de előfordulhat olyan, hogyha tudjuk egy. Most direkt név nélkül egy képzőművészről, hogy melyik politikai irány felé húz, akkor lehet, hogy ez egy másik kollégának mondjuk nem tetszik annyira, vagy fordítva. Tehát ilyenek előfordulhatnak, de hát ez nyilván múzeumon belül marad. A látogató ebből semmit nem kell, hogy érezzen, de nálunk azért egyszerűbb a helyzet természetesen, mint a határmenti vagy akár az országos múzeumoknál is. És egyébként ez egy picit visszakanyolódva, amit a Laci is mondott, talán az etikus szó. Itt, itt nagyobb jelentést nyerhet, hogy etikailag ugye megtehetik ez a múzeumok, hogy elhangzott, hogy, hogy történelmet hamisítunk, vagy hamisítanak. Mi nem. Mi nem, hm. tehát itt talán felértékelődhet ez a szó. Most nemrég egyébként volt egy egy támadás, nem nyugaton, ott is volt bőséggel, ugye műtárgya támadás, de most volt nemrég talán Péterváron vagy Moszkvában, ahol uh, Repinnek egy festményét, Retteget Iván festményét rongálták meg, uh, éppen azért, mert ugye Retteget Iván ezen a híres festményen a fiával látható, mint őrülten néz, és a fia pedig, a vérző fia pedig ott van a kezében, ugye a legenda szerint ölte meg, most ezt a történészek közül sokan vitatják, tehát egy vitatott dolog, de megtámadta valaki ezt a festményt, egy vascsővel azt hiszem jelentős kárt okozott benne, mert ő úgy gondolja, hogy rettenetilán szent volt. Szóval ilyen típusú dolgok úgy látszik, hogy azért keleten is, nyugaton is előfordulnak. Ezek a, a támadások mennyire védhetők ki egy múzeumban? Lehet-e felkészülni rá? előtte, és hogy kell felkészülni rá, mert amikor már ott van, akkor nyilván nem lehet elhárítani, nem lehet minden műtárgy mellé valakit oda tenni. Hát a nyugaton azt csinálják azok a múzeumok, akiknek van pénzük, elég jó helyzetben vannak, hogy vannak rendőrök, mindig van, például ha van egy font, elmész a Louvre-be, Párizsba, és mondjuk ott van a Mona Lisa, ami hasonló akkor ott vannak rendőrök, és akkor ott nem is lehet közel menni ezekhez a képekhez, mert gondolják, hogy ezek problémák lesznek. De, de normálisan szerintem ez nagyon nehéz ezeket megvédeni, mert annyi ember, pláne most már annyi ember megy a múzeumon keresztül, és uh, annyi uh, ember van, akinek ilyen különfajta ideológai má, a mániái vannak különfajta dolgokról, hogy ez, a, ez, ez egy elég nagy probléma. De ha vi, visszanézzük az utolsó 10-20 évet, szerencsére ez nagyon-nagyon ritkán történik. Utóbb például Angliában volt mostan, hogy a, a, a Museum of Art-ban ilyen uh, Extinction Rebellion, ezek a, ezek a, a, a zöld aktivisták oda ragasztották magukat Egy... Épp ezt látjuk most a háttérben. Ja, igen. Épp, ezt látjuk, most a háttérben. Igen, nagyon, jó igen, igen. Egy, és, de semmi kárt nem okoztak, csak maguknak. Igaz? De, Szerintem ez elég ritkán fordul elő egyelőre. De ezt egyébként történelmi munkával lehet kivédeni, valami nagyjából a középértékhez közelítő történelmi értelmezésekkel? Én onnan indítanék, hogy az látszik az elmúlt években, hogy amit a vók ideológia gyakorlatilag a klasszikus kommunisták ideológiájához hasonlóan, így betört és van egy jellemzője, hogy egyáltalán nem tiszteli a mások által létrehozott műalkotásokat azóta kell arra figyelnünk, hogy, hogy igazándiból súlyosan megrongálnak műtárgyakat. Magyarországi példaként azt szoktam mondani, hogy az a kommunisták, meg a rendszerváltó, elsősorban a konzervatív elit között a különbség, hogy a kommunisták azok szépen fogták és lerombolták a nekik nem szobrokat, szétferték és beolvasztották őket. Ugye az egész mondjuk, hogy polgári oldalhoz, konzervatív oldalhoz, nemzeti oldalhoz köthető szoborongálás összefogató egy nagyon fontos aktusban, amikor 56-ban a forradalmi idején ledöntötték a Stálin szobrot, na de az egy forradalmi pillanat volt, amelyben nem a műakotást akarták magát meggyalázni, nem a, 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 műtárgy ellen ment a támadás, hanem valójában ez egy gesztus volt, amelyek kifejezték azt, hogy elég volt a kommunistákból, elég volt a kommunizmusból, Stálinból és Rákosiból. Na most illetve hát akkor már nem ért de nyilván ő fejezte ki azt, amit jelentett a kommunizmus. Ehhez képest a rendszerváltozás időszakában az történt, hogy a leszedett kommunista köztéri alkotásokat egy szoborparkban, tulajdonképpen egy közgyűjteményben helyezték el. Ez is egy múzeum, nem tulajdonképpen? Tiszte, mert ugyan nem tiszteljük az ábrázolt személyeket, nem tekintjük már példaképnek őket, de az alkotót és az alkotást, a műtárgyat azt tiszteljük, azt sérthetetlenek tekintjük, és ezt, ezt a tabut, ezt az egyébként szerintem nagyon helyes, konszenzusra épülő dolgot sértette meg most újra éppen a Vók-mozgalom, amikor kezdte a köztéri szobroknak a lerombolásával. Bele, Belelőtték ugye a, a, a tengerbe, lefestették, ugye Angliába is védeni kellett a, a szobrokat, a Churchill-szobrot is elbarikádozták, illetve felborították, és, és ez a mozgalom nem akart itt megállni, hanem egyértelműen azt, tűzték az ászoljukra, hogy a múzeumokból is ki kell söpörni az oda nem illő személyekről készült portrékat, szobrokat, festményeket és a többit, mert méltatlanok arra, hogy az utókor megemlékezzen róluk, ugye ez a szokásos megoldás, hogy a jelenlegi kornak az értékeit, vagy nevezzük nem is inkább ideológiáját akarják visszavetíteni a korábbi évszázadokra. És hát olyan egy, egy a sem maradna meg, könyörgöm, egyetlen múmiája akkor ki de kell de dobni a múzeumot, de tehát csinál, más, és már csinálják, Oxfordban a Pitt Múzeum eldugta a különfajta dolgokat, mert tudta, hogy azt mondták, hogy mi nem akarjuk ezeket, kimutatni, mert ez a régi gyarmati problémához szól, úgyhogy ők maguk kezdik eldugni a dolgokat, és mielőtt balhé lenne belőle. Jó, most a fáraókat csak azért mondtam, mert ezt végigvisszük, akkor nem marad tárgy a múzeumokban. Hát a fárok esetében sokkal nagyobb a baj, mert meg egy új kérdés, amit behozunk, az a restitúció problémája. Hogy hol vannak Ugye, éppen hogy ezek? Kiék is a műtárgyak, és ez egy nagyon-nagyon messzire vezető probléma, ami, ami legalább a gyarmat része, meg a fosztogatás része bennünket elkerül, mert mi legalább azt tudjuk mondani, hogy azok a műtárgyak, például a Szépvészeti Múzeumnak az egyiptomi gyűjtemények, amik itt vannak, azok törvényesen, legálisan, nemzetközi egyezménynek köszönhetően a magyar régészek munkájának eredményeképpen kerültek mm. ide. Vagy a Néprezi Múzeumnak a világszínvonalú, dél-amerikai gyűjteménye, vagy a kelet gyűjteményei, azok magyar kutatók révé jöttek be teljesen törvényesen. Na, na most, hogyha megnézi az ember mondjuk a British Múzeumot, a louvre és számos Vatikáni Múzeumot, és sorolnánk tovább, hát akkor azt látjuk, hogy olyan műtárgyak tömkelegevel van tele a, a, a nyugat-európai nagy múzeumoknak a kiállító terei, amelyeknek a, 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 amelyek a gyarmati sorba került országoknak a kifosztása révén kerültek évszázadok során folyamatosan be az európai múzeumokba. Ugye ennek a Visszaadásra is felvetődött már számos fórumon, mi politikai fórumon is, maga Macron elnök vetette föl egy ízben, és erre egy bizottságot is létrehozott. Persze nagyon óvatosnak kell lenni. Éppen a, az ICOM üdésen ott esett a Varga Lúza hogy, hogy egyiptomi muzológusokkal beszélgettek, e, brittek, és ugye felvetődött az, hogy nem akarják az egyiptomiak vissza a, a saját mint egyik, Maguk azt mondták, hogy ennek úgy sincsen semmi realitása, és mindeközben egyébként annyi mindenük van, hogy most fog novemberben nyílni Kairóban az új Nod. egyiptomi történeti múzeumuk, mert van még mit bemutatniuk, de egyébként súlyos etikai kérdésekről van szó, és ebben az értelemben az ICOM-nak vizsgálni a, gyarmati múltat, igenis szerintem egy legitim dolog, csak nem lehet egy általános definícióba beemelni, mert mi ránk például nem vonatkozik. Ránk más vonatkozik, nem, mert rengeteg magyar kincs van külföldön, azoknak mondjuk a, a valahogy hazahozása, megvásárlása, egyebek azért ezek fontosak lennének. Ez, egy ez megint egy nagyon messzire vezető, úgy, mert itt mindig jönnek majd a bocskai koron, Állval, meg még egy pár dologgal. Hát meg a Nagy nincs meg egy de, videó, de ugye az de, még cifrán, mert Igen, de, de ezek van legálisan cím. vannak ott, tehát ezt nem, nem nagyon akarják tudomásul venni sajnos a, a mi nézőink és hallgatóink, meg a múzeumban járók, hogy azok a, azok a műtárgyak amelyek Bécsben találhatóak, azok a trianoni békediktátum, sze, békediktátum mm. után megszületett nemzetközi egyezmény révén maradtak ott. Tehát mi akkor egy nagyon... Mm tételes műtárlistát tartalmazó nemzetközi szerződést írtunk alá, amelyben az is benne volt egyébként, hogy múzeumi delegátus fog működni, az a kommunizmus idején sorvatt el. Ugyanúgy, hogy a hála a levétel egy delegátus legalább nem, nem sorvadt el. Egyébként pedig, hogyha a területi elvet érvényesítjük, akkor a nagyszerű Miklósi kincsre Bukarest legalább akkor a jogot formálhatna, mint Magyarország. Az, hogy nem Magyarországra került a nagyszerű Miklósi kincs, egyébként annak alapvetően az volt az oka, hogy az a császári gyűjteményben volt, ha jól emlékszem. Ezért nem is kerülhetett vissza. De, de itt, meg... a legitim, itt a legitím a visszavásárlás, vagy csere, vagy valami, ha szeretnénk a magunként. Hát, nem gondolnám, hogy ennek bármi realitása mm -hmm. van, hogy a nagy de... nincsen, hogy nincs visszakat. Hát a, boc... a bocskai korona általában. meg a maga uh -huh. több mint 400 éves története során mindösszesen 5 évet volt a Magyar Királyság területén. És egyébként nem győzöm elmondani mindig, hogy a bocskai korona az nem a magyar szuverenitásnak, hanem éppen a magyar hűbériségnek a jelképe, hiszen a török szultánnak volt az adománya, ezért egészen más jelképez a valóságos magyar történetben, mint amit néhányan belelátnak. Viszont van, mit keresgélnünk, csak azt, azt meg nem tudunk. Hát ezek az oroszok által elvitt műkincsek. Ott bőve lenne, mit keresgélnünk, ugye abból van, amit visszaszerzett a magyar állam, vásárolt valójában, a Sáros-Pataki beszélünk, de bőve lenne még mit visszahozni, aminek egyébként a jó részét az oroszok tagadják, hogy egyáltalán ott van náluk, pedig Tudjuk, hogy elvitték őket. Reméljük, hogy előbb-utóbb ezek kiderülnek. Na no, hát, most ezek után egy kicsit nézzük meg a, a gazdasági mindennapokat. Mert azért mégiscsak van egy, egy gázáremelkedés, például, amit a múzeumnak ki kell gazdálkodniuk. Főigazgató úr nyilatkoztál már arról, hogy, hogy 25%-os megtakarítást a Nemzeti Múzeumnál el tudtak érni, például energiaárban. Amit a kormány előír számunkra, kötelező energia megtakarítást, ezt meg fogjuk tudni csinálni, de azért vagyunk viszonylag jó helyzetben, mert 40 telephelyünk van, és ugye az egész intézményt kell egyben nézni. Ha a főépületet néznénk önmagában, ott képtelenség lenne bezárás nélkül ezt megoldani. De tehát magyarul mi eleget fogunk tenni a kormányzati uh, igénynek. Ha nem lenne ilyen kormányzati elvárás, akkor is ezt tennénk, mert különben nem tudunk életben maradni. Összességében az látszik, hogy az állam most írt ki egy uh, központosított közbeszerzést a múzeumok számára. A beérkezett uh, ajánlat az ötszöröse a jelenleg fizetendő gázárnak, tehát minden olyan intézménynek, amik ebben részt vesz, ötszörösére fog nőni október 1-től a, a, a gázszámlája. Igen, hát néztem az árak Ugye 20-30-40 dollár is volt valamikor pár évvel ezelőtt, most 260 dolláros gázáról beszélünk. Ez elég jelentős, nem tudom, 10-szeres emelkedés, vagy 13-szoros emelkedés Fehérváron. Egyáltalán ott van árat, 40 telephely? Mert ugye a fenntartunk, hogy polgármester ugye szokott posztolgatni a témába. Igen. És ugye ő is kifejtette, hogy van, van ahol már árokat se adnak. Tehát hiába írják ki akár közbeszerzést, akár bármilyen beszerzést, már, már nem kapnak egyáltalán ajánlatot sem tehát nagyon nehéz kérdés, de, de ahogy említettem, nálunk is 12 épület van, egyébként nálunk van több olyan, ami eleve nem is szokott télen nyitva lenni, tehát mondjuk a Nemzeti Emlékhely, Ronkert vagy a Skanzenünk, előbb említett, az alapból nincs nyitva télen, erre a jogszabály ugye lehetőséget is ad. Itt lehet majd kérdés, ugye, hogy a jogszabály ugye az meghatározó, hogy november 1-től, ha jól emlékszem, március végéig lehetnek zárva a közérdekű kiáltóhelyek. Itt kell majd átgondolni, ugye, hogy a fűtési szezon mennyire tolódik ki. De erre is vannak nyilván megoldások, mert a jogszabály arról nem nyilatkozik, vagy nem, nem szab, azt nem szabályozza, hogy milyen módon kell nyitva lennie mondjuk egy kiállító helynek. Tehát itt az úgynevezett kulcsos módszert, tehát hogy bejelentkezés alapján látogatható, azt nyugodtan... Virtuális, az nem jön Virtuális szóba jöhet, de hosszú távon azt szerintem nem helyettesít, hát Ezért egy, az egy muzulmán gondoltam. <laughs> Egy tél az nem olyan hosszú távú, még egy tére gondoltam. Egy tél, de mi a garancia rá, hogy a következő télen Semmi. visszaesnek az árak? Hát szerintem Laci is nyilatkozott többször ebbe a témába, és én is egyetértek vele, hogy ha egy picit vissza is mennek, szerintem erre a szintre, ami a válság előtt volt, már soha nem, nem fognak visszaállni az árak. Tehát itt hosszú távon mindenképp egy másik megoldást kell keresni, abban nem bízhatunk, hogy hogy, újra visszaáll minden az eredeti. És a múzeumi szakma nem tud nyomást gyakorolni az Európai Unió vezető politikusaira. nem Nincs nyomást gyakorolni. Főleg Székesfehérvárról. De egyébként még azt hozzáteszem, hogy ilyen nekünk is most újították meg, vagy most újult meg állami támogatással a főépületünk. Egy picit szerencsés helyzetben vagyunk olyan szempontból, hogy pont most zárult egy kiállítás, és a következő csak tavasszal fog nyílni. Tehát ott például nem kell teljes üzemben működnie, teljes energia annak az épületnek, tehát már eleve költségmegtakarítást érünk el azzal, hogy csak a munkahelyeket szolgálják majd ki a, ezek a, a, gépészeti újítások. Viszont nem tudjuk, hogy télen mit produkál az épület, mert ez az első tél, amikor, amikor üzembe teljes üzembe működik. Ugye a műtárgyaknak azért, tehát nem úgy van ez, hogyha nincs látogató, akkor le lehet csökkenteni a fűtés, mert a műtárgyaknak azért szükséges valamilyen szintű fűtés. Ugye most beszélhetnénk perha az állatkertről, mint egy más típusú gyűjteményről, meg beszélhetnénk a fűvészkertről, ahol nyilvánvalóan fűteni kell a melegházakat, a trópusi növényeket, tehát ez nem kérdés, hogy ott nem 18-20 vagy 25 foknak kell lennie. A, ahol akkor műtárgy is, van, teljesen nem kapcsolhatjuk ki, tehát az egyértelmű. Hát, ha Itt milyen szabály? szabályok vannak vagy a, a műtár... dokumentumoknál. Hát uh, igazából a, maga, a hirtelen hőmérséklet változás, ami nagyon rosszat tesz, egy -egy, hát nem mindegy, hogy milyen műtárgyról beszélünk, ugye, hogy fémről, fáról, papírról, bár mindegyiknek más a, más a követelménye, de én úgy gondolom, hogy 17-18 foknál lejjebb talán ez a az ajánlás nem nagyon lehet menni, és azt is úgy kell, hogy amit egy hozzá szoktatni, tehát nem lehet egyik pillanatban csak a másikra behelyezni egy teljesen más körülmények közé, és ugye a 17 foknál ott már a páratartalom kérdése is szóba kerülnek, úgy felszökik a, a páratartalom, és az meg már megint nem tesz jót a műtárgyaknak. És vannak így, ilyen rendszerek, amelyekkel kell szabályozni lehet? Hogy van felszerelve egy magyar múzeumma? Hát a főépületünkben van, de egyébként a helyünkben pedig nincs. Tehát ez, ez teljesen változó. Illetve hát ugye nekünk a legtöbb, sőt, majdnem az összes épületünk vagy műemlék vagy műemlék jellegű épület. Tehát ahhoz hozzányúlni sem olyan egyszerű. Igen, uh -huh. a hasonló helyzet, mert a közlekedési múzeum egyrészt most egy átméleti helyzetben van, az egykor északi járműjavítóba költözik be a városligetből, ahol bőségesen van helye a múzeumnak arra, hogy azt az óriási gyűjteményt, amit több mint 125 év alatt gyűjtött össze eddig, az Európa első közlekedési múzeuma egyébként, tehát amit összegyűjtöttünk ennyi idő alatt, azt a fajta, hát tulajdonképpen a magyar nemzet műszaki örökségének a legjava, a magyar innovációnak a csúcs teljesítményei, Kandó, Csonka, Rubik, sorolhatnánk hosszasan, uh, itt volt a kontinens először föld alatti vasút, itt volt Európában először a belvárosi villamoshálózat, nem sorolom napestig lehetne, és szerintem a legtöbb néző is rengeteg-rengeteg magyar feltalott tud elmondani. Tehát ennek, ennek a óriási gyűjtésnek, amit az elődeink is végeztek 100 év alatt, ennek azért előbb-utóbb lesz egy, egy, méltó és jó bemutató hely, ahol el is fér ez a hatalmas gyűjtemény. De most mi egy költözésben vagy egy átmeneti vagyunk, megnyitottuk már ezt a helyszínt, mi egyébként október folyamán bezárunk, de egyébként is beszoktunk ezen a helyszínen, tehát az egykor északi járműjavítóban zárni. Itt az a három hónap alatt eljön hozzánk a jó 30 ezer látogató, tehát látszik, hogy igény az van erre, a, erre a műtárgyállományra, meg erre a történetre, amit igyekszünk itt elmesélni. De, de, eleve ezek az egykori ipari területek, ezek azért így önmagukban nem alkalmasak még arra, hogy múzeumként viselkedjenek, múzeumként működtessük őket. Részben azért, mert, mert, mert kellenek azok az állományvédelmi paraméterek, amikről itt az előbb beszéltünk egy picit. Ugye minden gyűjteménynek más állományvedelmi követelménye van, más igényel egy festmény, és más igényel mondjuk egy vasúti jármű. Nekünk Szerencsés vagy szerencsétlen módon mindegyik uh, fajta, minden fajta gyűjteményünk van, tehát van festménygyűjteményünk is, és van uh, több mint 150 mozdonyunk is, tehát rengeteg, uh, uh, rengeteg jármű és rengeteg egyéb műtárgy van, ezekre eltérő paraméterek uh, érvényesek, és hát emellett van hat tagintézményünk, amelyek azért jellemzően ipari örökségi területek, nem is akár milyenek, az ország első ipari örökségi helyszíne Miskolcon a híres Massai Kohó, vagy Buda első ipari műemléke a még Ganz által, Ganz Ábrahám által, által tehát a régi öntödei épület bent a budai belváros szívében. Ezek, ezek óriási értékű, és a magyar műszaki örökség, a magyar műszaki innovációnak fontos emlékei, de, de amikor arról beszélünk, hogy ezeknek az állagmegóvás az olyan biztosítani, akkor, 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 valóban törjük a fejünket mi is, mert, mert ezek nem csak hogy régi épületek, nem csak hogy elavult épületek, nem is erre a célra készültek és akkor innentől még persze hozzájön az, hogy beszélünk az épületekről, amelyek, amelyeknek van egy értéke, és, és, ebben vannak kihívások, de hát közben ott van a műtárgy ahol mondjuk a raktáraknál persze lehet mindig szigorúbb előírásokat megtenni pénzügyok miatt, de hát azért ennek előbb-utóbb, ha ez sokáig tart, akkor lesz egy, lesz egy számlája a végén. Tehát azt a hatalmas műtárgyállományt egyszer majd adott esetben újra restaurálni kell, újra hozzá kell nyúlni. Ezek ezek felfogatatlanul nagy összegek lesznek egyszer. Tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. És egy Jó. pillanatra még bocsánat, visszatér az fel. előzőre, hogy természetesen azokra az épületekbe is, ami nincs felszerelve olyan technológiával, ami ezt magának nézi és vizsgálja, páratartalmat, hőmérsékletet, ott természetesen az állományvédelmi kollégák végzik el ezt a feladatot kézi műszerekkel. Igen, tehát nem nyilván el kell végezni, tehát nem kérdésre meg kell Igen. csinálni. Egy nagyon szépen megújult sok múzeum az elmúlt időben, tényleg nagyon szép múzeumfejlesztési program volt. Most a következő egy-két év, és ez a helyzet, ami most van, ez a háborús helyzet, meg ez a gázár ez mennyire véti vissza ezeket az elképzeléseket? A tervek megvannak, a további tervek is, de most valahol, egy kis top. Van, vagy top megvan, tehát ugye először is azt kell tisztán látnunk, hogy lesz uniós forrás, akkor sok minden folytatódhat. És azért mondom, hogy ha lesz, mert egyelőre bár a kormány nagyon hatékonyan tárgyal, de még nincsen erről bizonyosság. A, azért a vidéki muzomoknak a fejlesztése, Fehérvár éppen kivétel, mert Fehérvárt nemzeti forrásból az Árpádház program keretében újította meg a, a, város, illetve a kormány, de a legtöbb esetben nem erégen avattuk például az Alegerszegi Böcsei Múzeumnak a teljesen felújított épületét, tehát a legtöbb esetben uniós forrást sikerült felhasználni, és ugye nem csak múzeumok újultak meg, hanem a Nemzeti Kastély és Fár program keretében sok-sok kastély, amelyek szintén kiállító helyként is működnek, javarészt ki mi kölcsönözünk nekik a műtárgyakat, bútorokat, egyebeket, hiszen a év Tizedek során, meg főleg a második világháborút követően a kommunista diktatúra ránk akkor, a Nemzeti Múzeumban kerültek be ezekből a kastélyokból a műtárgyak. Így utalok már azt mondjuk, hogy szerencsére, mert jobb, mint hogy elherdálták, meg ellopták volna őket. Mondok konkrét példát, Nádasdadányban gyönyörűen felújított kastély, ugye ott az ősök csarnokának a festményei, azok felerészt most is nálunk vannak az állandó kiállításban. Fele rész pedig visszakerült a nádasodányba, a többi képet pedig másodtokkal helyettesítjük. Tehát ez, ez, a, ez a nagyon nagyszerű felújítási hullám, amelynek talán a csúcsa a vidéken, a Szentendel és a az erdélytájt tájegysége, amely egyébként szintén nemzeti forrásból valósult meg. Ez most nyilván ellassul, amivel nem az következik, hogy nem kéne dolgoznunk, szerintem most kell az újabb fejlesztési terveket megcsinálni. Az én Határozott véleményem az, hogy szükség van az új Nemzeti Galériára, már csak azért is, hogy a Budavári palota felújítása is folyt, tudjon folytatódni. Szükség van az Múzeum felújításának, a, 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 a tehát felújítására, hogy egyáltalán elinduljon ott a beruházás. Nagy szükség van szintén a. a északi járműjövőtőnek, illetve a közlekedési múzeumnak a fejlesztésére. Mi nagyon bízunk benne, hogy a, a Nemzeti Múzeumnak a fejlesztése is meg fog történni, mert, mert az épület nagyjából 30 éve kinőtte a, a múzeum, nincsen benne elég raktárkapacitás, irodakapacitás és kevés a kiállítótér is. Főleg a nagy nemzetközi projekteknek a befogadására nem alkalmas most a, a Nemzeti Múzeum. Ezek a fővárosban az alapdolgok, tehát ezeknek a megvalósítása. És vidéken Módszeresen haladni kell, és részben a raktárbázisokat kell építeni, a régészeti raktárok már régbeteltek, részben föl kell a műemléképületeket a megyeszékhelyeken, megye amelyek múzeumoknak adnak otthont, és részben meg kell csinálni az energetikai kószersítéseket. Ahhoz mindenképpen uniós forrásra lesz szükség. Ugye korábban nem tudtak a, a múzeumok, vagy csak nagyon korlátozottan tudtak energetikai pályázatokban részt venni. Most hála Istennek megvan a szándék a kormányban arra, hogy ezen változás legyen, és a műemlékes szabály és meg kell változtatni, a múzeumoknak a tetejére meg kell engedni, hogy, legyen, hogy telepíthessünk napelemet, mert egyszerűen nem fogja tudni a következő évtizedekben máshogyan fenntartani a közösség az intézményét, hogyha nem fog energetikai fejlesztéseket megvalósítani? Frank már régen szólt hozzá, ugye itt a praktikus napi dolgokról beszéltünk, és ez nem a gázár, azt hiszem most ebből a szempontból nem a te tereped, de az viszont igen, van még egy-két percünk körülbelül itt a végén, hogy, hogy mennyire fog szerinted megváltozni a közösség igénye? Tehát mennyire határozza majd meg a közösség igénye azt, hogy a múzeumnak hogy kell majd feléjük kommunikálniuk? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert Lassan belépünk egy új világba, ahol az emberek máshogy gondolkoznak, mint régebben. És a múzeumnak más feladata van, mert ha ez az ez a energiai probléma, ami nem fog elmenni, még ha a háborúnak is vége van, akkor is tovább fog menni. Akkor nem csak a múzeumok, az iskolák, az egyetemek, a mindenfajta kultúrai épületeknek nagy problémáik lesz. És én úgy látom, hogy az emberek azt várják, hogy a múzeumok valahogyan adnak nekik ami hogy, hogy érzést, hogy azért mégis az életük jelent valamit, és mégis az, az, az ő közönségüknek a életeit ki tudják valami formában reprezentálni. Nekem ez nagyon, nagyon fontos volt, ezt látni, hogy emberek megértették azt, hogy a, ami történt, a történelem, a tradíció, ezeket valahogy meg kell. Nagyon fontos, hogy a múzeumok meg másfajta kultúrái meg, meg tudják reprezentálni. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Az a helyzet, hogy nemrég megjelent egyébként egy ifjúsági kutatás Magyarországon, és pontosan ezt igazolja. Tehát a fiatalság 18 és 30 közötti fiataloknak a konzervatív világnézetéről is szól, hogy többségbe mm. kerültek. Úgyhogy nagyon érdekes időszakot élünk majd ilyen szempontból, és köszönöm nektek a beszélgetést. Kedves nézőink, Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediacliphu n és a Youtube-on is természetesen. Egy kutatás szerint az amerikaiak csak nem fele szerint elkerülhetetlen egy újabb polgárháború az Egyesült Államokban. Az Ez itt a kérdés következő adásában erről lesz szó. A kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!